Tisztelettel köszöntök mindenkit Balatonkeneséről. Molnár Zsolt vagyok, az MSZP pártigazgatója, és itt áll mellettem Márton Roland, Fehér megye első számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje az MSZP párbeszéd színeiben, akit majd vélhetően más pártok is a jövőben támogatni fognak. Üdvözlök én is mindenkit. Azzal kezdenénk, hogy a Magyar Szocialista Párt a tegnapi napon elindította a Szabad Vizek melletti kampányát, ami egyrészt arról szól, hogy őrizzük meg természeti örökségeinket a jövő nemzedékeinek, vessünk véget a természetkárosításnak, a nádirtásnak, a partok beépítésének, az oligarchák térfoglalásának. Más szempontból jól látható, hogy mögöttünk egy fizető strand található, és alaptalannak és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a magyaroknak azért kelljen fizetniük, hogy a természeti közös kincsünkhöz, a Balatonhoz hozzáférjenek, hogy bemehessek a tóba fürödni, a családoknak ezért fizetniük kelljen. Ez ellen is tiltakozunk, és szeretnénk elérni, hogy díjmentes legyen a strandokra való bejutás, természetesen az önkormányzatok kompenzációja mellett, tehát nem az önkormányzatoktól kívánjuk elvonni a forrásokat, hanem azt a társadalmi igazságosságot képviseljük, hogy a köztulajdonban lévő strandok és a köztulajdonban lévő vizek mellé díjmentesen lehessen bejutni, és ne kerüljön egy családnak Siófokon 4000, itt meg 3000 forintba az, hogy egyáltalán egy strandra bemehessenek. És akkor tisztelettel kérdezem Rolandot, hogy Fehérváron hogyan gondolkoznak erről, hiszen ti nagyon jó helyen fekszetek, a Velencei tótól és a Balatontól is, ha nem is azonos, de egy nagyon közeli távolságra. Közel vagyunk, és ez a Szabad Vizekért indított harcunk, ez úgy tűnhet, hogy csak a település, hogy közvetlenül a víz mellett élőket érintheti, de nem így van, hiszen székesfehérváriak kedvenc nyári kikapcsolódása a Balaton keleti medencéje, például Kenese vagy Akaratja, ahol most éppen ugye vagyunk. A másik irányból pedig a Velencei tó, ahova szeretnek hétvégén, de akár hétközben is délután, munka után lemenni egy kicsit pihenni a családdal. És hát Fehérváron sem mindenki milliárdos, nem mindenki dúsgazdag ember, a bézsből és fizetésből élők, a nyugdíjasok, a gyermekes családoknak óriási költség, hogyha minden alkalommal fizetni kell azért nagyon sok ezer forintot, hogy egyáltalán megmártózhassanak a Balatonban vagy a Velencei tóban. Ezért óriási szükség van azokra a javaslatokra és azokra a követelésekre, amelyek teljesülése esetén ezek az akadályok elhárulhatnak, és hát az utazási költség mellett már további költség nem párosul majd ahhoz, hogy hát pihenni tudjanak a székesfehérvári emberek a Balatonban, vagy a Velencei tóban, vagy bárhol másik ilyen szabad víz mellett. Úgyhogy nagyon fontos ez, és főleg a nyári időszakban óriási könnyebbség lenne, hogy ahhoz a köztulajdonban levő nemzeti kincsekhez mindenki korlátozás nélkül hozzájuthasson. Én köszönöm szépen Rolandnak, és megnyugvással hallottuk, hogy nem csak Budapesten és az ország más részén, hanem Fehérváron, ami egy stratégiai része az országnak, régebbi fővárosa, ott is így gondolnak, történelmi fővárosa, és egészen biztos vagyok még egy dologban, hogy Roland nem csak képviselőjelöltje lesz a Magyar Szocialista Pártnak és a Párbeszédnek, hanem a térség országgyűlési képviselője, és sokat tehet majd azért, hogy a köztársaságpárti kormány Karácsony Gergely vezetésével ezeket az intézkedéseket, ezeket végrehajtsa, érvényt szerezzen annak, hogy a természeti kincseinket megőrizzük, mert végezetül annyit szeretnék mondani, ne felejtsük el, hogy láthatóan a fű az zöld, nagyon szép kék az ég, és azért harcolunk, hogy a strand az szabad legyen, és természetesen a Balaton az mindannyiunké. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük, hogy meghallgattak minket!